Colombo. Pályán Hetzendorfer Istvánt látjuk Cigle nevű Mudiával, és szeretném felkészülni, hogy felkészüljön Péter fia Zoltán Rege nevű Pumiával, hogy gyorsan tudjunk majd cserélni. Azt szeretném elmondani a kedves közönségnek, hogy sem a felvezetőkkel, sem a juhokkal, sem a kutyákkal nincsen itt baj, teljesen életszerű szituáció, annyival talán még megborsozva, megbolondítva, hogy ekkora közönség előtt mind a kutyák, mind a juhok, mind a felvezetők azért egy kicsit izgulnak, és ez hát nehézé teszi a mai nap versenyzését is. Az első párosoknak mindig különösen nehéz a dolga, ahogy azt az előbb elmondtam, és ebből adódóan hát a sorshúzás kegyetlensége a számukra nem túl kedvező. Közben azért szeretném megmutatni, hogy van itt egy jószág, ami tiszteletét teszi a számadók asztalánál, egészen idejött, köszönt is nekik, hajbókol előttük, tehát tessék megnézni, hogy a puszta jószága az tudja, hogy ki előtt kell fejet hajtani, köszönt, most visszamegy a többiekhez. Ez a legjó neveltebb jószág az összes, szerintem egy tapsot megérdemel. Köszönjük szépen! Hetzendorfer István, aki Ceglédről érkezett, nem hivatásos juhász, de hát szíve ügye a magyar pásztorkutyáknak a nemesítése, tartása, és lehetőleg az eredeti szakmájában való megőrzése, így ő tanította kutyáját a terelés tudományára. Persze ez csak akkor lehetséges, hogyha a kutyában van elég spiritus és ösztön, de hát azért ez nem csak a hivatásos, hanem a kezdő, vagy illetve amatőr kutyáknak is igencsak nehéz feladat, még akkor is, ha ők inkább egy kisebb nyájhoz szokottak, hiszen az amatőr versenyzőknek általában 4-500-as falka nem áll a rendelkezésére, mert kisebb falkákon gyakorlatoznak, amennyiben erre módjuk van. A hivatásos versenyzőknek a pálya nehézsége pedig éppen abban rejlik, hogy általában azok a kutyák, akik a nap mint nap dolgoznak nyáj mellett, azok sokkal nagyobb létszámú csapatot hajtanak. Igen, itt már egy kis tapsot hallottam, de azt hiszem, hogy lehetne ez erősebb is, mert az első akadályt a kihajtás után már teljesítette a csapat. A következő akadály, ha minden igaz, akkor a szarkaláb vagy pulykaláb nevezetű, ami egy folyosó, ami két irányban nyílik, de csak az egyik irányban szabad kihajtás a verseny alatt. Szeretném megkérni, hogy azt a mudit, ami ott stresszeli hátul önmagában a juhokat, azt fogjuk meg. És kérném a versenyzőt, hogy most már vegye pórázra, mert kizárás lesz a vége, hogyha még egyszer így elszabadul a kutya és a pihenő falkát stresszeli. Hát látjuk, hogy Cigle az úgy vette a küzdelmet, hogy egy juhal folytatja, a többi az most magára maradt. Itt el szokták dönteni a versenyzők, hogy mi a jobb módja, hogy egy juhot megpróbálni visszahajtani a többihez, vagy a többit ráhajtani, de úgy is dönthet a versenyző itt a versenyen, hogy hagyja azt az egyet, ez pontlevonással jár, és a többivel folytatja a versenyt. Ugye minden juh, ami mellé megy, az mindaddig, amíg nem hagyja el a pályát, ez a körbekerített rész, addig nyugodtan bárhol kóvályoghat a pályán, pontlevonás jár a versenyzőnek, de kizárás nem. Kizárás azonban jár, hogyha a versenyző, a kutyája vagy bármely juh elhagyja a pályát. Elég nehéz. Hát nehéz ez. Péter fia Zoltánt kérném, hogy készüljön föl, majd őt fogja követni a negyedik versenyző, ő pedig Kovács Sándor Bendegúza. Segít a kutyának.
Most már közelebb jött a versenyző, olyanokat is lehet hallani, hogy balra, jobbra küldi a kutyát. A témában nem annyira avatott kedves közönségnek mondom, hogy a bal az mindig az óramutató járásával egyező irányú mozgás a nyáj körül, a jobb pedig az óramutatóval ellentétes. Hát most egy kicsit mellé mentek a hídnak, de hát a bíró úr azt mondta, hogy próbálkozni lehet, de hát az már 100%-os pontszámmal nem jár. Balra tovább küldi a kutyát, azaz elé, ezzel visszafordítja a nyájat. Én szerintem elsőként nekik sikerülni fog ez a zakadály. Most elé küldi a kutyát. És sikerül is megállítani őket. Van ilyen, azt hiszem a baseballban, hogy hazafutás. Ezt bele fogjuk vezetni a terelőversenyek szókincs világába is, hiszen most egy hazafutást hiúsított meg a kutya, és úgy látom, hogy még egyszer megpróbálkoznak a híddal. Közben egy másik lyuk teszi tiszteletét a számadók asztalánál. Nézzük, hogy sikerül a hídra való fölhajtás. Hát a való életben, hogyha egy ilyen szituáció lenne, nyilván nem ekkora közönség előtt, és hát a pásztor megválaszthatná a napszakot is, hogy mikor és milyen körülmények között hajtja majd a jószágokat. Nagyon szófogadó a kutya egyébként, legutoljára marad vezény szó hangzott el. És hát szegény Bodri azért kikicsapja a nyelvét, mert most már ebben a melegben egy pár kilométert itt lefutott a pályán. Nagyon szép íveket fut egyébként a kutyus. Lehet látni, hogy azért szófogadó. A nehézséget most a nyáj okozza a csapatnak, hiszen eléggé szilaj, nehéz őket kordában tartani és abba az irányba hajtani, ami éppen megfelelő lenne, tehát még mindig a híd akadálya küzd a versenyző. Hamarosan szerintem meg fog szólalni a 3 perc visszalevő időt jelző kolomb, és utána ez jelzés a versenyzőnek, hogy figyelnie kell, mert ha lekegyeg az idő, akkor több pontot már nem tud begyűjteni. Nagyon szép visszafordításokat csinált a kutyus, még azt a kettőt is elcsalja. Úgy tűnik, hogy visszacsatlakoznak a nyájhoz. Ismét megpróbálják, hogy a hídig eljöjjenek.
Csak hát az idő ketyeg nagyon-nagyon gyorsan, és ezáltal egyre kevesebb esély jut majd a teljes kör teljesítésére. 3 perce van a versenyzőnek, én úgy látom, hogy a jelzőszalagot leszette, vagy legalábbis ez a pálya közepén van már. Úgy látszik, hogy akkor a behajtásért járó pontot még összegyűjti a versenyző. Kérném Péter fia Zoltánt, hogy készüljön, meg a bírálati lapot is kérem. Úgy látom, hogy a behajtás nagyon szépen sikerülni látszik. Ezt a 2 eltévejedett jószágot kéne még hazahajtani. Igen, hát ő inkább itt le is feküdt a számadók, tudja a jószág, hogy ő itt biztonságban van. Azt, hogy őt az árnyék. Lakottok a díjunkba már, bírta is vége. De hát ez az idén is. Ez az idén. Még a nyáj cseréje előtt kérnék egy kis türelmet, mert egy pillanat türelmet kérek szépen, mert egy birka még a pályán van, ezt majd vissza kell.